így le a kalappa, komolyan. Nem gondoltam volna, meg abszolút meglepett. Tudom, semmihez nem tudom hasonlítani. Remegek. Mintha levegőben lennék itt. Az arcom az más világban volt. Remek volt, előtte el kellett volna mennem WC-re. Nagyon húz, mint a fele. Nagyon nehéz, tehát nem lehet csak úgy elmondani. Fogalmam se volt, hogy mi történik. Gyorsan gyorsú baromira, nincs előtted plexi, érzed a levegőt, érzed a szágúdást. Ha tudnám bármihez hasonlítani, akkor elmondanám. Egy életélmény, tehát bárkinek javaslom, hogy próbálják ki. Tudod az érzés, amikor 200 fölött az arcod elkezd masszírozódni, azt nem lehet csak ezzel kipróbálni, egyszerűen jobb, mint a szex. Feleségemtől kaptam ezt az élmény autózást 34. születésnapomra. Iszonyat, hogy milyen ereje van, szóval bődött. A határaihoz közel sem voltam. Hát 6000-en elváltani egy 300-es kocsit, úgyhogy közben 160-nal mész, elég király. Úgyhogy nagyon, nagyon durván jó érzés. Ezt kaptam egy születésnapi ajándékba. Én nagyon szeretem a Porsche-kat. Szóval ez volt a legjobb ajándék nekem, amit valaha kaphattam. Egyszerűen fantasztikus volt, imádtam mindvégig. Ahogy tudtam, csak nyomtam neki. A kollégák ezzel leptek meg. Nagyon kedves ajándékként, amiről nem tudtam, hogy mi. Tehát egyáltalán nem tudtam, hogy mi ez az egész. Nagy vágyam volt, hogy egyszer vezessek egy Porsche-t is. Megtörtént. Iszonyatosan tolt hátulról, tehát azt nagyon éreztem kigyorsításoknál, tehát leizzadtam. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy az adrenalin szint az rendbe jött. Legalább a második kör végén már optimális volt. Még most is magas. Gyors, nagyon gyors. Hogyha úgy akarja az ember, akkor nagyon gyors.